Sziasztok! Shimano SPD SL. És itt tényleg mondhatom azt, hogy SPD. Ugye, mert az SPD a Shimano által levédett Shimano pedál, ugye? Szóval másra is mondják, a másik típusom a specializált, őre is azt mondják, hogy SPD. Ez olyan, mintha minden töltő ceruzára rotringot mondasz, rotringot, vagy minden láncfűrészre stílfűrészt. De ez tényleg egy SPD-SPD, mert ez tényleg Shimano, és a cipő is Shimano. Na most, kezdjünk a cipővel talán. Fontos a méret, meg a megfelelő cipő. Én most egy országúti és cyclocross közti bringára, ugye, ott áll még helyen, frissen beállított paripa a vicces pedálokkal, de mi, ja, tényleg nézzétek meg a gumit, hogy én levettem a cyclocross gumit, és ilyen se nem országúti, se nem terep gumit, trekking országúti 32-es ez a gumi, ez volt itthon. Azzal fogom használni egy darabig, aztán utána elmegyünk országúti irányba, így nyáron. Ahogy jön az ősz, akkor meg majd fölkerül rá a cyclocross gumi. Ez most a kettő között van, ezzel a gumival azért járok, mert ezzel tanultam meg a Montit használni, és ugyanott fogom ezt, úgyhogy meg ott úgymond berepülök. Na, visszatérve a cipőre. Cipő kiválasztás. Ugye van férfi meg női cipő, és ez nem a nemek harca, nem az ivar sejtek meg ilyesmi, hanem más a férfi meg a női láb. És ez bármilyen hülye hangzik, nekem a női lábhoz közelebb áll a lábam, mint a férfihoz. Mert egész máshogy van a két cipő, ez például egy női cipő, és ez a kényelmes. Szóval szerencsére nem csak rózsaszínbe gyártanak a csajoknak cipőt, úgyhogy tudtam venni egy ilyet. Mert miért? Azért, mert ez itten vékony, azért, mert ez itten alacsony. Szóval nem olyan férfias, és kibaszott vékony itt hátul nekem a bokám, vagy a sarkam. És ugye a csajos cipők, az pont sarokrészbe is eltér. És így nekem itt a férfi cipő, aminek nem ilyen mélyen ülő a sarka, az ilyenkor már itt nyomja itt a lábam, szóval kényelmetlen a férfi cipő, no. Ez egy közép belépő kategóriás cipő, ugye három tépőzár, a komolyakon már ez a boldamilos rendszer van, vagy a közép kategóriában ugye a felső az csat. Hát én a csatosban nem hiszek, szóval akkor vagy egy full tépőzáros ilyen alap cipő mindez, vagy egy felső kategóriás boás cipő. És ez az, ami hót kényelmes. Hát ezen annyiba látszik, hogy női, aki látja, hogy itt a dupla V. Vagy hogyha valaki netán benézne a talpam alá, de bele is írták rózsaszínnel, hogy woman. Kívülről a férfi változat majdnem tök ugyanez, csak nem ilyen mintája van, hanem azt jelenti, ez itt teljesen fehér. Viszont magasabb a sarok része, nem ilyen mélyen ülő, és ha így lennék, akkor nekem ez itt tök kényelmetlenül ezt itten nyomná. Szóval én ebbe érzem jól magam, ez van. Szóval ez nem attól függ, ezen biológia vagy genetika, hogy kinek milyen lába van, és nem rögtön csak a férfi cipőt kell fölpróbálni, ez a tanulság ebből, hanem próbáljatok föl többet. Na, pedál. Ez itt egy 540-es Shimano pedál, bontjuk ki, még én sem láttam ilyet. Annyit tudok, az SPD SL, ugye ez az országútira való változat, és annyit tudok róla összesen, hogy ennek a stoplián nem célszerű járkálni, mert hamar elkopik. Ez az egyik, amit tudok róla. A másik pedig, hogy adnak a pedálhoz egy stoplit, ami a közepes, az a sárga színű, ami egy játékot határoznak, ha jól tudom, az a 6 fokos játékot engedi meg majd, mert sikerült már kibontani a pedált. Hát elég szépen bontom, azt látom, hogy nagyon ügyes vagyok. Ez a szike, ez egy kicsit életlen, megbizonyult. Most már azért szétadhatnám magát ez a doboz. Előbb vágom el az ujjam, mint ez. Na végre! Na, kiszűrtem belőle egy pedált, még egy pedált. Itt a leírás miatt stoplikat akarom kiszedni, a sallangot. Hát
ez nem jön ki egyszerűen belőle. Ennyit erről. Ezt így sikerült megoldani. Ugye ő csak a sallang, jó széttéptem. Leírás és a stoklik és a pedálok. Na, ehhez nekem szemüvegkel, azt annyira szeretem, hogy mindent a legkisebb betűtípussal kell fölírni, és azt még tisztelt csökkenteni, és akkor utána úgy kell elhelyezni a feliratokat. Nem jön, ha nem mondom kétszer, akkor a papír a világegyetembe. Amúgy is elpazarolnak minden országban 600 nyelven leírásokat, mikor elég lenne a célország nyelve plusz angol. Környező országok adnak hozzá ennyi papírt, de azért mini betűvel írnak minden. Pedálok, mit írtak rá? A mosás, meg ez, meg az, meg a stoplik, meg a tököm tudja. Itt lehet állítani a kioldási erőt. Aranyos. Aranyos kis pedál. És ő? Na, ezt el kell olvasnom, ha jól. Ja, ez az indikátor. Ja, hát lehet, hogy ezt mutatta. A leggyengébb, meg a legerősebb között egy imbusszal lehet itt tekerni. Nem mutatja, hogy mennyire van állítva. Igen, újkorában milyen a... Hó, azért egész más, mint ami fönt van. Már ez hajtás hatékonyságban más lesz. Ez prima. Ez tetszik, meg pofás is. Ennél komolyabb pedálra nekem nincs szükségem. Milyen cuccokat adtak a stopliba. Ugye a sárga stopli, ez visszatérve, ez azt jelenti, hogy 6 fok játékot enged meg. Ez ugye ilyen játék, hogy így 6 fokot tudod hajlítgatni így. Azaz van a 0 fokos, ami fog mind a beton, és rögtön az oldás elejébe, vagy a már a lóg, vagy kopott stopli lógást adja, és utána már old is. Na most nekem, mivel SPD-ről szokok át, egy kopott SPD-ről, jobb is a sárga, azaz a pici játékot engedő stopli. Ugye a sárga szín jelöli azt, hogy ez 6 fokos játékot enged. Itt vannak az állító spec alátétek és csavarok hozzá, amivel a cipőre ezt föl kell szerelni. Na, hogyan szerelünk a cipőre? Emlékeim nem csalnak, meg kell keresni a rüsztöt, azt itt meg kell jelölni, és úgy kell föltenni a stoplit, hogy amikor ezt bekapcsolod a cipő a pedálba, akkor ez úgy legyen, hogy a pedál tengely és a rüszt az essen egybe. Nekem legalábbis ezt mondták. Én viszont úgy szeretem, az SPD-m is úgy van, hogy egy nagyon picit előrébb van téve. Szóval én lábújhegyen tekerős vagyok. Ez az, hogy ez ilyen egyéni dolog, hogy ki hogyan szereti, mennyire szereti befelé, kifelé. Szóval ezt többféleképpen föl lehet rakni a cipőre. Egyébként, ha megvettetek egy cipőt, akkor az első nap, még mielőtt felszerelitek rá, pár órát legyen lábon, hogy tényleg jó-e a méret, meg jó volt-e a döntés. Ez a cipő egy nagyon profi cipőszellőző rendszere van. Ugye itt belép a levegő, és ha belenézen, oda van beírva, hogy csajoknak. És itt, meg ott az elején is, a betéten át, az aljába kilép a levegő itt és itt. Szóval egy nagyon-nagyon tuti nyári cipő, az SPD-m az nem ennyire szellőző. És akkor most nézzük meg, mennyi leírást adtak hozzá, és mit írnak japánul, mert az nekünk nagyon fontos. Ez szerintem a kisház, kisszék, ezt nem fogjuk elolvasni. Vajon adtak-e hozzá a magyart, ha mennyi fát kivágtak? Igen, itt egy magyar, de ez legalább tényleg úgy van, hogy angol, magyar, meg kínai, szóval, hogy ami kell, visszavonom, ők nem pazarolnak. Viszont adtak egy abroszt minden nyelven. Azt a mindenit. A háború és béke az kutyafüle. Kidob az asszony a pedállal, a cipővel, akkor egy jó hírem van, hogy akkor a salátát adtak hozzá, hogy lehet vele takarózni. Na most ezt amire elolvasom, azt szerintem inkább egy másik videó lesz. Ez inkább marad. SPD SL unboxing videó, és akkor a beállítgatás, összeszerelés majd később, úgyhogy iratkozzatok fel. Húhú, ez nem annyi nyelv, azért vissza az egész, ez itt egyik se az, csak az egyik a magyar.